vannak olyan diákjaink, akiknél az iskolakezdés komoly terhet ró a családokra. Nagyon sok olyan család van, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, úgyhogy bizony sok olyan család van, aki szívesen veszi majd ezt az adományt, és jó helyre kerülnek a füzetek meg a felajánlott tanszerek. Az ötlet az onnan jött, hogy mi elég sokat adományozunk különböző területeken, mint gyermekklinika, állatoknak, tehát ilyen állatmenhelyeknek, és onnan jött egy ötlet, hogy talán egy iskolának is segíthetnénk ebben az évben. Azt találtuk ki, hogy egy raklapnyi cuccot felajánlunk valamelyik iskolának, amelyikre a nézők vagy a szavazók legtöbbet fognak szavazni, és az Orczy István általános iskolára esett a szavazat, az kapta legtöbb szavazatot, így elhoztuk ide ma az egy raklapnyi cuccot. Vonalas füzet, kockás füzet, szótárfüzet, nagy füzet, nyomtatópapír, ollók, ragasztók, színös ceruza, körző, elsőtől 8 osztályos tanulókig füzetek. Megnézzük, hogy ki az, aki rászoruló, nekünk van egy ilyen listánk, és akkor szerintem a legegyszerűbb az lesz, hogy a családokat majd kérjük, hogy jöjjenek be, és itt az iskolában fogjuk nekik átadni ezeket a tanszereket, mert így biztosan eljut a gyerekekhez. Úgyhogy jövő hét folyamán akkor mi ezt összeállítunk egy listát, és akkor az alapján fogjuk ide behívni a családokat, és személyesen adjuk át.